Beváltotta a hozzáfűzött reményeket a Skála szexárd valutás részlege ebben az évben? Hát úgy érzem, hogy ha az eltelt 3/4 évet vizsgáljuk, akkor talán a visszalevő 2 hónapban még teljesíteni tudjuk azt az évi forgalmat, amit az áruházba célul tűztek ki. Reméljük, hogy ezt el fogjuk érni, főleg a karácsonyi forgalomba bízunk. Befolyásolja a forgalmat a megváltozott valutalerendelet? Inkább gondolkodnak még az emberek. Az a véleményem, sokan inkább beteszik számlára a kamat miatt is, és még elég sokan kimennek külföldre. Még mindig abban bíznak, hogy ott olcsóbb, mint nálunk. Megérte az Arany János utcai valutáért árusító üzlet megnyitása az elmúlt évben? Hát én úgy érzem, hogy igen. Annak ellenére, hogy 4 vagyunk itt ebben a városban, 4 valutásbolt van, de én azt hiszem, hogy mind a 4-nek megvan a saját választéka, áruválasztéka, és ennél fogva megérte. Tehát a szexádi lakosság mind a 4-ben megtalálja a számítását, tehát áruválasztékra értem. Befolyásolja-e a forgalmat a megváltozott valutarendelet? Hát igen, én úgy érzem, igen, tudnélik, mire az emberek rájönnek arra, hogy a volt BC számláról most van egy olyan, hogy devizaszámla, és arról vásárolhat mindenki korlát nélkül, addigra eltelik egy pár hónap, mire ezt ki tudják használni. Tehát egyáltalán ennek az egyszerűsített formájára, tehát hogy nyugodtan vásárolhat minden magyar állampolgár, csak előbb be kell tenni neki a devizaszámlájára a pénzét. Beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket a Hotel Gemenzben működő valutáért árusító üzlet ebben az évben? De sajnos konkrétan még nem tudom megmondani, mivel az év végén nagy hajrá még vissza van, de az eddigi forgalom az bizonyítja, hogy nálunk egyelőre sajnos nem jön az a forgalom, ami tavaly jött, mivel a városban ezen kívül 3 üzlet működik, és ez nagyon elveszi a vásárlókat. És itt csak a szálló vendégekre szorulhatunk.